Néhány éve csak a sportágot kedvelők találkoztak egy kis baráti versengésre, ma már limitálni kellett az indulók számát, mondta Kohl János, az Európa-bajnokság főszervezője, a legjobb magyar késdobáló. A világbajnokságokat 100-120 indulóval rendezik, most Alsó-Mocsoládon 130-nál többen is beadták a nevezésüket. Ezen a versenyen körülbelül 8-10 olyan ember vesz részt, aki többszörös világbajnok. Hát itt vannak oroszok, Szedisev, például Mihály Szedisev, ő egy többszörös világbajnok, vagy itt van Artyom Dmitriev, aki no-spinbe szintén világbajnok, vagy egy francia Pierre Cazula, aki szintén többszörös világbajnok, illetve Amerika bajnok is. A nemzetközi szinthez képest a magyarok nincsenek a magasan jegyzett versenyzők között, a sportág hagyományosan a német, cseh és orosz területen hódít. Itt a sportág a fejlődés kezdetén van. Itt is sokan szeretnének, vagy szerettek volna már régen kést dobálni, meg tomahawkot, vagy fejszét, vagy baltát, mindegy, hogy nevezzük most. De sajnos nem volt ilyen lehetőség, nem voltak könyvek, folyóiratok, meg semmiféle ilyen dolog ehhez, hogy valaki segítséget kapjon. Dicső László polgármester azt szeretné, ha a verseny és a település a sportág hazai és nemzetközi fellegvárává válna. Hát a jövő az, hogy Alsó-Mocsolád központtal, ahogy beszéltünk róla, elindul a kés- és fejszállítás Magyarországon. Mi ezt szeretnénk kiterjeszteni, tehát azt szeretnénk, hogy ez a sportág Magyarországon is olyan hagyományoknak és nagy lehetőségeknek adjon teret, mint mondjuk Franciaországban, Oroszországban vagy Németországban, és ehhez nyilván az kell, hogy jól csináljuk ezt a szervezést, és hát népszerűsítsük magát a sportot is. A fejlődés folyamatát jól mutatja, hogy az első viadalon két nemzet 27 versenyzője indult, most 14 nemzet 150 késdobálója adta be a nevezését.